Szekeres Panna bronz minősítést ért el a Nemzetközi Földrajz Diákolimpián. A Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumnak azonban nem ő volt az egyetlen olyan diákja, aki remekelt már ilyen versenyen. Ez a földrajzverseny most már néhány évtizede rendezik, összegyűjti az egész világról azokat a geográfia iránt elkötelezett diákokat, akik nem mellesleg a legtöbbet is tudják ebből a tárgyból, és ez alkalommal Párizsban került sor rá, virtuális formában, ugyanis minden csapat a saját országából bekamerázva, ellenőrizve oldotta meg a feladatokat a párizsiak szervezésével. És hát azt mondom, hogy vannak hagyományaink már, nem túl régi hagyományok, de volt már diákunk, Stein Armin, aki rengeteget segített amúgy a felkészülésben, aki annak idején egy ezüstérmet, illetve egy bronzérmet ért el Moszkvában, illetve Pekingben, és hát az ő mentorálása alatt, illetve egy kedves kolléganő, Túri Krisztina tanárnő angolból tanította Pannát, az ő segítségével, és jó magam együtt készítettük Pannát erre a versenyre, de én azt mondom, hogy ki lehet itt emelni a felkészítőket, de az az alázat, amit a Panna a versenyre való készülés során tanúsított, az ritka. Tehát hihetetlen. Fél évig jóformán ezzel foglalkozott, amellett, hogy persze csinált egy nem túl gyenge érettségit is, és hát tényleg olyan pontszámmal vett föl, amire nagyon büszkék vagyunk. Van hagyománya itt a gimnáziumban, egy olyan másfél-két évtizedes hagyománya a földrajzos versenyeztetésnek. Alapvetően az összes magyarországi versenyt kipróbáltuk, és csináljuk is. Épp most számoltam össze, hogy az előző tanévben 11 vagy 12 versenyen indultunk több kategóriában, és hát nagyon ügyesen szerepeltek a diákok. Ahogy szoktam mondani, és ezt hiszem, hogy földrajz az egész világ, hiszen nagy szükségünk van rá. Úgyhogy úgy nézett ki az egész, hogy ezekre a feladattípusokra készítettük. Volt ilyen multimédiás rész, az mondjuk ilyen, mint a Legyen Ön is milliómos, csak egy kicsit földrajzosabb és kicsit még talán bonyolultabb. Volt a terepi rész, amire talán a legtöbbet kellett készülnünk, ez abból állt, hogy már előtte Armin segítségével Panna kiment Bonyhádon terepre, egy kijelölt területet vizsgált, Szekszárdon vizsgált különböző területeket, majd Pécsre is elmentünk gyakorolni. Ennek az a lényege, hogy egy kijelölt területen milyen területfejlesztési ötletei vannak a jelölteknek. És azt mondom, hogy ezt azért ilyen 17-18 éves fejjel nagyon nehéz. Én bevallom, én 50 fölött vagyok, úgyhogy bár nem látszik rajtam, ugye mentálisan főleg nem, szóval, de nekem is nagyon össze kell szednem magam, hogy értékelhető dolgokat tudjak mondjuk erről leírni. Pannának kiválóan sikerült, az egyik legjobb terepet érte el. Ezen kívül pedig volt egy olyan rész, ahol feladatok voltak, részben esszély jellegű feladatok, illetve rövid választ igénylő feladatok, tesztek voltak, úgyhogy arra is külön pontot kaptak, és ebből a háromból állt össze a verseny. Az egész egy online fordulóval indult, ahonnan Panna a harmadikként jutott tovább a középdöntőbe, majd szintén harmadik helyen jutott be a döntőbe, ahol egy helyet javítva másodikként kvalifikálta magát a négytagú magyar válogatottba. A Nemzetközi Földrajz Diákolimpián bronz minősítést értem el. Ez a verseny alapvetően Párizsban zajlott volna, hogyha a koronavírus nem szól közbe, így ugye mindenki a saját országából online módon csatlakozott be a versenybe. Mi igazából Pécsről, a Pécsi Tudományegyetemről jelentkeztünk be. A versenynek alapvetően három része van. Van egy multimédia teszt, egy írásbeli forduló és egy terepi forduló. A multimédia teszt az alapvetően egy ilyen quiz-szerű dolog, az írásbeli fordulóban pedig igazából kérdéseket tesznek fel és válaszolni kell rá, vagy röviden, vagy kifejtősebb feladatokkal találkozhatunk ebben a részben. A terepi forduló pedig egy adott területnek a fejlesztését igényli, tehát ez inkább a kreativitásra és a kritikai gondolkodásra fókuszál. Igazából a terepi forduló volt a legnehezebb, és ez is tetszett a leginkább, mivel ez az, ami magába foglalta azt az összes földrajztudást, amit itt a négy év alatt a gimnáziumban megtanultam és elsajátítottam, mert itt ugye egy valós területet kell fejleszteni a földrajzból vett szempontok alapján,
és szerintem ez az, ami ugye a való élethez valóban legközelebb áll. Magyar csapat volt, de a verseny maga az egyénileg zajlott, tehát mindenki saját maga nyert el azt az adott minősítést, amit elnyert ugye ezen a versenyen. Egy csapat része volt ennek az egész versenynek, ez egy plakát elkészítése volt, és ezt utána be is kellett mutatni. Ebben az évben a vízszennyezés volt a téma, és ugye mindenki a saját országáról kellett, hogy készítsen egy ilyen ismeretterjesztő posztert igazából. Mi a Duna és a Tisza műanyag szennyezéséről készítettünk egy posztert, hogy ez a szennyezés alapvetően honnan ered, és hogy hogyan lehet ezt a szennyezést leredukálni igazából. Bízok benne, hogy a jövőben is lesznek hozzám hasonló diákok, akik kipróbálják majd magukat ebben a versenyben, és rájönnek majd, hogy mennyire jó ez az egész, és egy ilyen versenyen részt venni. Panna egyébként a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakára nyert felvételt, ahol továbbfejlesztheti majd eddigi földrajz tudását.